Már hagyomány, hogy mezőtúron a Városháza fenyőfáját általános iskolás gyermekek díszítik fel. Ez a mai napon történt meg, és a Rákóczi úti iskola 3. osztályos tanulói díszítették fel ezt a fenyőfát, és egy műsort is adtak. Mit tudhatunk ennek a hagyománynak a múltjáról, honnan jött annak idején az ötlet? Szerettünk volna mindig ide egy szépen feldíszített fenyőfát, egy karácsonyfát, hogy a hivatalban is egy kicsit két a karácsonyi hangulatot behozzuk, hiszen van még számos munkanap hátra ebben az esztendőben, és hát arra is gondoltunk, hogy nem itt a dolgozók a munkájuk alatt fogják ezt a fát feldíszíteni, hanem kézenfekvő volt, hogy gyerekeket, diákokat vonjunk be ebbe a munkába. Mindig örömmel fogadják ezt a felkérésünket, most is ezek a gyerekek készítették el a díszeket. Aztán nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a csúcsdíszt a fa tetejére felhelyezzem, és aztán egy kis műsorral is kedveskedtek még, úgyhogy nagyon megható volt. Most majdnem soká megyek testületi ülésre, mondtam is nekik, hogy inkább itt maradnék velük, és a testületi ülést kihagynám, de nyilván erről nem lehet szó. Tehát nagyon megható volt, láttam a csillogó szemeket. Hát nyilván ki az, aki várja legjobban az adventet és a karácsonyt, azok a gyerekek leginkább. Úgyhogy hát ezzel is igyekeztünk a számukra örömet szerezni, és hát egy kis ajándékot is kaptak természetesen, nagyon megérdemlik. Egy kis szaloncukrot és egyéb édességet kaptak a csomagban. Hát biztosan majd élvezettel fogják fogyasztani. A szabadidő központban, a közösségi házban szintén lesz egy díszítés, ott majd az óvodások lesznek a vendégek. Természetesen majd őket is meg fogom látogatni, és hát megköszönöm nekik is azt az áldozatos munkát, amelyel a díszeket elkészítették, és a fát feldíszítik. Biztos vagyok abban, hogy szép lesz, hiszen mindig szép a végeredmény az óvodások tekintetében is. Úgyhogy a célja az, hogy egy picikét megmozgassuk a fiatalokat, bejöjjenek ide a hivatalba is, például hogy a közösségi házba is, lehet, hogy itt sem járt még közülük mindenki. Hát egy picikét közelebb hoztuk őket a hivatalhoz, illetve az önkormányzathoz. Ez is a célja volt annak, amikor ez a hagyományteremtő kezdeményezés elindult. A Városháza fenyőfáját a Rákóczi úti általános iskola 3. osztálya díszítette fel 2015-ben. Hogyan készült az osztály erre a fadíszítésre? Köszönjük elsőként is azt a lehetőséget, hogy mi díszíthettük. Több héten keresztül gyűjtöttük az ötleteket, azt követően pedig közösen készítettük el, igaz, tanári segédlettel is. Egy műsorral is készültek a mai napon, milyen dalok csendültek fel? Elsőként a Kis karácsony, nagy karácsony című dal, utána az Ó szép fenyő, és végül a Mennyből az angyal, majd azt követően az osztályunk zeneiskolás tanulói közül ketten szerepeltek. Egyikőjük Furuján, Kálai Kornél, citerán pedig Pongrácz Eszter. Vasárnap lesz advent első vasárnapja, tehát elkezdődik a készülődés időszaka. Önök az osztályban hogyan készülnek az ünnepekre? Minden évben közösen készülünk. Közösen készítünk ajándékot a családok számára, közösen készülünk az ünnepséggel is, amit minden évben megtartunk. Ezen kívül mi minden pénteken egy kicsi adventi vasárnapot tartunk bent az osztályban is, gyertyagyújtással. Túl vagyunk már a fadíszítésen és a műsoron is. Eddig mik a tapasztalatok, milyen élményekkel számoltak be a tanulók? Nagyon boldogok voltak, nagyon készültek, nagyon várták ezt az eseményt, és nagyon örültek, hogy itt lehetnek.